A 2016-os évben a fagy és viharkártól eltekintve jó évet zárt a megyei mezőgazdaság. Napraforgóból például rekordmennyiség hektáronként 3,2 tonna termett. Úgy tűnik, az őszi vetések is jól sikerültek, és a gazdák a 2017-es évben is elégedettek lennének egy a tavalyihoz hasonló mezőgazdasági jövedelmezőséggel. Ez is elhangzott azon a gazdafórumon, amelyet Tuzséron rendezett a megyei agrárgazdasági kamara és a helyi kertbarát klub. Jövőre, január 18-án 50 éves lesz a klub, és 140 fővel tudjuk ezt megtenni. A gazdáknak nagy segítséget adunk a termesztésben, szakmai, illetve egyéb értékesítésben természetesen a TÉSZ, termesztésben pedig szaktanácsadó irodán keresztül, illetve a klubon keresztül előadássorozat van ilyenkor januártól március végéig, minden héten kedden. Tudják a klubtagjaink, hogy nekik jönni kell, és akkor ilyenkor fejtágítás van. A megyei agrárgazdasági kamara tájékoztatóján elhangzott, tavaly növényvédő gépek felülvizsgálatára és a vízjogi engedélyek megszerzésére kellett a legnagyobb hangsúlyt fordítania a kamarának. 2017-ben pedig egy új szolgáltatás elindítását célozták meg, az úgynevezett gazda vagy gazdálkodói központok létrehozásával segítenék a gazdákat az adminisztrációs feladataikban. Ha ez a mi reményeink szerint valósulna meg, akkor talán én úgy gondolnám, hogy minden, ahol most is helyszínen vagyunk itt 22 helyen a megyeiben, azokban a központokban megvalósulna ez, úgy, hogy lenne egy központ mondjuk a megyeiben, és mindenhol elérhető lenne ez a gazdálkodók részére, ahol egyébként is kapcsolatban állnak a falugazdászainkkal. Ott teljes adatukat, ami rendelkezésre áll a falugazdász tudomására hoznák, tudná, hogy kinek van állata, kinek van gyümölcsöse, kinek milyen támogatási jogosultságok vannak, és akkor a falugazdász tudná, hogy kinek milyen jelentési kötelezettsége van. Rácz Imre a fórumon elmondta, az új centrumok segítségével talán elkerülhető lenne az a gyakori probléma, hogy a gazdálkodók későn próbálnak meg jogos igényeket érvényesíteni. A rendezvényen emellett adózási, növénybiztosítási, pályázati tanácsokat kaptak a gazdák, és aktuális információkat az agráradminisztrációs kötelezettségeikről.